Halkabban enni, gyerekek. Piano. Józsi, ne vágd ki a leves, mert pofon váglak. Jancsika, edd meg a leves. Nem eszem. Miért nem eszel? Mert rossz. Valami igaza van a gyereknek. Józsi, mi volt az iskolába? Bedasziztam. Ma megint mit nem tudtál? Ki volt a kalapos király? Jaj, kalapos király. Ilyen egyszerű dolgot hogy lehet nem tudni? Mondd, papa, ki volt? Na, enni, enni, gyerekek, nem diskurálni. Köszöntjük a librettóban Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari Dír színművészt, rendezőt és Kuruc Márton filmszakértőt, a Magyar Nemzeti Filmarchívum kutatási és gyűjteményi vezetőjét, akikkel azt próbáljuk megfejteni, milyen is a salamoni humor. Köszöntünk benneteket, köszöntjük Önöket a stúdióban. Egyszerű a válasz, hát ilyen. Nem bírtad visszatartani nem, nagyon jó. Nevetést. Tisztázzuk először azt, hogy hogyan került a napfényre a tehetsége a kárpátaljai zsidó származású kisboltos fiának. Hogy derült ki az, hogy ő egy ilyen hát zseni? Ezt akarta csinálni, és ez egy olyan időszak volt, amikor egyébként a zsidóságnak egy saját műfaja volt ez a kabaré. Tehát ez ma már nem értjük meg, mert nem ismerjük ezt a közeget, meg nem ismerjük ezt a világot, de hát ez egy teljes, ez egy európai, illetve közép-kelet-európai, tehát Bécs, Budapest, abszolút. Azért nyomai megvannak még bőven. Nyomai megvannak igen, még. Igen, de az, ami annak idején tényleg volt, az már azért nincs meg, és rengeteg név volt a Salamon Bélán kívül. Majdnem minden második ember egyébként a holokauszt áldozata lett, tehát hogy tudnék mondani olyanokat, akiket ugyanúgy ismerhetnénk, abszolút kortársai voltak, a Gyárfás Dezsőt például, Göndör Aurélt, alig tudunk róluk valamit, mert nekik pehjük volt. Salamonnak nem volt pehje, mert ő túlélte a világégést, és ráadásul ugye annak érdekében, hogy ezt a nosztalgia hullámot fönn lehessen tartani, azért ő nagyon komoly kompromisszumokkal, de bent tudott maradni a mainstreamben, és ő képviselte ezt a fajta kultúrát. Állítólag kisgyerekként az édesapja elvitte Munkácson egy vásárba, ahol ott a cirkuszi sátorban látott először színészt. Számotokra mi a legmegkapóbb az ő egyéniségében, az ő tehetségében? Hogy van, hogy létezik a saját maga által megformált, de senkit nem akar ő utánozni. Ő egyszerűen, ahogy itt beszélt ebben a kis film részletben, hát úgy beszél, ahogy beszélt az életeve. Kicsikét egy jammerolva fölkapta a szöveget, hogy említetted, hogy ez a lepségnél még megvolt, jaj, Pestiesen beszélt. És az egyik titka az volt, hogy tulajdonképpen egy ilyen félig meddig ügyefogyott figurát alakított minden egyes jelenetében. Jámbor, szerény ember volt, akinek baromira forgott azért az agya is, hogyha kellett, akkor ez mindig kiderült a történetek végén, és pont ez volt benne a vicces, hogy azért sokkal okosabb annál, mint ami látszik belőle. Mennyire kell ehhez, most mind a kettőtöktől kérdezem, a fizimiska, most persze kell a fizimiska, ugye azt mondják róla, hogy gyerekkorában, vagy fiatalon felköltözött egy Szatócs, persze szörnyű sztori, de hogy egy Szatócs boltba elhelyezkedett, és egy idő után a Szatócs elbocsátotta, mert túlságosan csúnya volt, és nem szerették annyira a vendégek. Tehát, hogy mi a Szatócsnak, ami nem jó, az a színpadra meg pont jó. Hát erről van szó, de hát ugyanígy a kortársai ugyanez, a Göndör Aurétól kezdve Gyárfás Dezső 200 kilós, 16-ban vagy 21-ben ezért hal meg, mert elviszi a szíve, de hát egy 120 kilós ember, és pont ez benne a vicces, vagy a mit tudom, az összes többiben. Nagyon érdekes, hogy nem csak Magyarországon, vagy nálunk, hanem a előbb említett közép-európai, de akár Prágában, de aztán később Berlinben is, hogy kialakulnak olyan fajta típusú, nem színésznek nevezném, hanem jelenségnek, amelyért lehet lelkesedni. Van, aki lelkesedik, mert annyira szereti ezt a furcsa megjelenési formát. De nem vindikálta ott a jogot magának senki, hogy a Nemzeti Színház nagy színésze legyen, hanem egy bizonyos fajta. Ott volt később nálunk a Kiskabos például. Igen. Hát az ő is egy olyan típusú, aztán a Kibédi, vagy a
Kazal László, akik még legközelebb álltak a konvencionális színészekhez. De rengeteg volt. És nem bírálták úgy el, hogy jó, hát ez... Hát most akkor nem színész vagy. Péter, ezt most rendezőként is mondod, is mondod, hogy ezekkel a figurákkal nem kell, nem úgy kell bánni, hogy nem kell egy olyan ruhát rájuk húzni, ami nem illik rájuk. Igen. Valami ilyesmit mondod. Hát igen, de tulajdonképpen nem színészek a szó nemes klasszikus értelmében, és hozzáteszem, sokkal népszerűbbek, mint a Nemzeti Színház színészei abban az időben. Tehát hihetetlen mennyiségű ember is, az egész ország is. Van egy ilyen, volt egy Roth Sándor nevű kabarettista, a kortársa volt, csak meghalt korán, és ezért nem ismerjük a nevét, és volt vele egy ilyen anekdota, hogy Schönbrunnban a Ferenc József és a Roth Sándor sétálnak a kertben, és odaszól az egyik osztrák a másiknak, hogy te, ki az a Muki ott a kis Roth mellett? Mert hogy annyira ismerős. Igen. Úgyhogy ez a titok. Epitazon Orlanszva, hogy kis Roth. Én a Zilahinak egy könyvét, Zilahi Ökör és más komédiák címen egy ilyen gyűjteményes kiadvány, amelyben ilyen klasszikus, de nagyon jól megírt kabaré jelenetek voltak, és abban egy fajsúlyos drámai jelenet is, amikor a kis Roth, aki hogy is hívják, Szabó, és az a keresi a kenyerét, a fia az pedig egy gyenge az ember, aki éjszakázik, és elkölti el, amit csak lehetséget. És bemegy az apjához, és mondja, hogy pénz kell, de hát nem tudok, édesfiam, nem. És akkor jön az egyik kuncsapsz, és azt mondja, hogy ne, nagyságos fiam, ne tessék haragudni, hogy egy kis előleget tudna adni. Micsoda előleget magának? Ez én, aki állandóan hozom, soha többet nem is teszem be a lábam, már mit képzelek? És valami olyan drámai erővel tudta ez a kis Roth ezt megcsinálni, hogy a Latabár Kálmán később hozzá lett hasonlítva, hogy annak a drámai ereje is. Hogy egy kicsit még visszatérjünk Salamonhoz, mert ugye rövid az időnk. Igen. A kabaré jeleneteit, meg a film alakításait, ha külön választjuk, mely filmekben nyújtott igazán emlékezetes teljesítményt? Hát, jellemzően epizód szerepeket. Talán azt lehet mondani, hogy abban van a legnagyobb szerepe, ami a legkésőbb került elő, és amit nagyon vártunk, és nem egy túl jó film, sajnos be kell valljam, azért vártuk az előkerülését, mert egy sláger is őrzi az emlékét, Havi 200 fix a címe, és ez valamikor a rendszerváltás után került elő az Egyesült Államokból. Nem miatta nem jó film, egyébként Páger Antal pont az, aki hát elég gyenge alakítást nyújt ebben, de Salamon zseniális, ez abból volt ez a jelenet, amit itt lehetett látni, ez egy zseniális epizód figurája ennek a műfajnak, és természetesen az egész korszakra hihetetlenül jellemző, kritikus módon áll hozzá külön az akkori uralkodó rendszerhez, tehát csak a Salamon miatt mindenképpen érdemes megnézni ezt a filmet, mert zseniális, de a többi nem sok filmben szerepel. Ennek az egyik oka, hogy ugye 38 után már ez a fajta műfaj teljesen kiszorult a magyar filmjátékból. 39-ben meg le is volt tiltva. Hát azt mondom, 38 igen. Után abszolút nem, zsidó törvények miatt, viszont annyira elfoglalt volt a színházak, de a színházat igazgatott például, tehát hogy ez nagyon komolyan neki, ez nagyon bejött, tehát hogy tényleg ő egy abszolút sztár volt ezzel a 48-as lábával, meg a tenyeres talpas járásával. Ugyanaz, mint a Walter Matthau, és ez egy amerikai recept egyébként, hiszen ha ne felejtsük, hogy Stan és Pannál ugyanez ez a két-kettős, ezek az túlrajzolt figurák vannak, és ennek a magyar verziója egyébként a Hacsak és Sajó, amit csak azért hoztam most ide be a beszélgetésbe, mert ő volt az első Hacsek, tehát nem is a Herceg Jenő, hanem ugye ennek az volt a cím eredetileg, hogy ketten beszélnek, később találták ki ezt a két nevet, hogy Hacsak és Sajó, és ő volt az első ilyen ügyefogyott figura, akin hát dőlt egész Budapest, és imádták ezt a műfajt. Olyannyira, hogy még talán mai napig is vannak a Csak és a Jók, nem tudom, hogy hol, de a közelmény. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzá. Köszönjük.